Tavalyi év adatai alapján a fehérvári bölcsödékben a gyerekek 70%-a, az óvodákban pedig 64%-uk ingyenesen étkezik. Az iskolákban mintegy 200 gyermek étkezik ingyenesen, 2200 gyermek 50%-os kedvezményben részesül, és 3800 gyermek fizet teljes díjat a menzáért. 2020-ban még évi 150 millió forintot kellett hozzátennie a közétkeztetéshez az önkormányzatnak, ami az idei évben mintegy 600 millió forint. Az intézményi térítési díjakat az elmúlt egy évtizedben egyszer emelte az önkormányzat, január 1-től azonban többet kell fizetni a szolgáltatásért. A gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások, szakellátások esetében 2025. január 1-től átlagosan 10%-kal, majd ezt követően 2026. január 1-től további átlagosan 10%-kal emelkednek majd. A gyermekétkeztetés esetében 2025. január 1-től átlagosan 20%-kal, majd ezt követően 2025. szeptember 1-től további átlagosan 10%-kal. Bölcsődei gondozási díjat pedig eddig sem és a jövőben sem vezet be Székesfehérvár. Különböző térítési díjakat kellett emelnünk alapvetően a közétkeztetés tekintetében. Ezek összegszerűen nem jelentős emelések, hiszen alapvetően is nagyon alacsonyak ezek a díjak, és a bölcsődébe, óvodába járó gyermekek szüleinek a jelentős részének, mindegy 70%-ának egyébként ingyenes a közétkeztetés. Tehát ez most azokat érinti, akik fizetnek a közétkeztetésért, de összegszerűen ez egyébként nem lesz egy jelentős emelés. Újabb szakaszához érkezik a Kodolányi gimnázium felújítása. Az IBL iskola rész és épületegyüttes felújítása már olyan előre haladott állapotban van, hogy hamarosan a Kodolányi épület részből az ottani felújítás miatt át kell költöznie a gimnáziumnak. Az ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárást indította el a testület. A napirend tárgyalásakor tájékoztatta a közgyűlést Fehérvár polgármestere, hogy a Tóparti gimnázium már vissza tudott költözni. A most már teljes felújított épületben. A Vasvári Pál gimnázium pedig átköltözött az egykori Bori Jenő általános iskola épületébe. A Sára Gyura program folytatásaként a Gáz utcánál a nemrégiben befejeződött Rákóczi út felüli útfelújítást, a garázssor másik oldalán található útfelújítása követi. Egy plusz napi rendet is tárgyalt a testület, amiben az állam kérte fel a várost, hogy csatlakozzon egy olyan Európai Unióhoz benyújtott pályázatban, ahol különböző környezetvédelmi, klímavédelmi kérdésekben tudunk forrásokhoz jutni.